dziewczata za groszką trzebają mi dać. A ja tam za groszką mam. Ja sa jeszcze nie widam. Ja mam ile ona wojną, ja ho rada mam. A ja tam za groszką mam. Ja sa jeszcze nie widam. Ja mam ile ona wojną, ja ho rada mam. Jest na róża te róże. Te róże! Te różiczki czerwone. Hol fekszik pontosan Piliscsév? Hát Piliscsév Esztergom Komárom megyének Esztergomtól 15 kilométerre elterülő kisközség. Piliscsév 40 kilométerre található Budapesttől a 10-es út mentén, a Pilis lábánál egy gyönyörű szép helyen. A 10-es úttól 4 kilométerre van a község, amely egy csendes, baráti és vendégszerető község. Mióta vannak itt ezek a gyönyörű pincék, azt lehet tudni? Piliscsében a török pusztítás után az 1700-as évek elejétől települtek be ide szlovák földművesek, ugye a felvidékről. Előtte is már az esztergomi káptalannak itt voltak szőlői, úgyhogy valószínűleg a pincék is egyidősek ezzel az időponttal, tehát kb. 300 éve lehetnek itt pincék. Vannak olyan pincék jelenleg is, amik 100-150 évvel ezelőtt építettek. Hát a pincék ezek a 1700-as évekre vezethetők vissza, mely ugye hát látható, és vannak olyan pincék, amelyeknek a tetőszerkezete még a mai napig is megőrizte az akkori építési szisztémát, amelyben semmilyen vasat nem használtak, zsubtető volt, szalmakötés és fa szegekkel volt összeállítva. Itt, ami mögöttünk látható, ez is egy több mint 150 éves pince volt, ezt egy 2-3 évvel ezelőtt az édesapámmal újítottuk fel, teljesen romos állapotban volt már. Megpróbáltuk azokat az alapanyagokat újra felhasználni, itt ezek a kövek, amik itt vannak mögöttem, hogy minél jobban megpróbáljuk megőrizni ezt a jelleget, ami itt a többi pincét is ugye jellemzi. Ezekben a pincékben tárolták az egész évben megtermelt burgonyát, marharépát, stb. Zöldségféléket, és nem utolsó sorban azt a bormennyiséget, amelyik egész évre szólt a család asztalára. Azt kell tudni a Piliscsévi pincefaluról, hogy én úgy gondolom, hogy Magyarországon is egyedülálló pincefalu együttest alkot. Ez közel 300 pincét tesz ki, gyakorlatilag falu jellegűen kis utcákkal övezve, gyönyörű szép környezetben, itt a Szirtes hegy, itt a Szirtes tető és a Nagypilis hegy lábánál fekszik. Úgyhogy festői környezet, bátran ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el ide. Voltam már sok ilyen településen, ahol vannak pincék, általában vagy a faluval egyben nőve, vagy elszórva egy-egy pince található, itt pedig tényleg mint egy külön falu gyakorlatilag a hegy lábánál terül el a pincesor. Megpróbáljuk megőrizni tényleg a hagyományokat itt a környéken. Én úgy gondolom, hogy erre szükség van, már csak azért is, mert nagyapáim is biztosan szerették volna látni, hogy ez működik, és nem vész kárba az, amiért ők dolgoztak életükben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy megőrizzük ezt a Piliscsévi pincefalut úgy, hogy igenis, tehát hagyományaiban is, és hangulatában is tulajdonképpen megmarad olyannak, ami ennek ők megálmodták annak idején. Milyen szőlőterem meg a Piliscsévi pince? Hát zömmel direkt termőszőlők voltak az Otello és a Nova. Legjobban a Otello, hát vannak aztán
olyan fajták is, amit már úgy hozattak, de Otello meg Nova, ami itt nagyon szeretett lenni, mert az nagyon régi fajta, és bizony annak nagyon finom bora van. Egy pár mohikán még van a fákra felfutva. Régebben nagyon sok szőlő volt itt a környéken, itt a környező dombokon végig szőlők voltak. Ezt manapság inkább már az a jellemző, hogy veszik főleg alföldről a szőlőt. A pince tulajdonosoknak a közel 80%-a foglalkozik borkészítéssel, szőlőtermesztéssel talán egy 20%-a. Ennek több oka is van, egyrészt anyagi okai is vannak, tehát nem éri meg már ilyen nagy üzembe, tehát nagy mértékben otthoni termesztésen, nincs is idejük már az embereknek. Elvétve még akadnak, például nekem is a nagyapám, ő otthona a saját kertjébe termel szőlőt, abból egy 50 hektóbor szokott lenni minden évben, de ez kis mennyiség ahhoz képest, amit ténylegesen itt minden évben készítenek az emberek. Mi a jó a borban, illetve a borozásban? Jó hangulatot csinál. Lehet énekelni, táncolni tőle. A szabadidő kellemes eltöltésének és annak a áldozatos munkának az eredményét megízlelve és hát fogyasztva egy olyan egészséges borfogyasztás mellett egy egészséges életmódnak az alapja a bor. Lennünk egy pohár bor mellé, az tökéletes hangulatot biztosít, akár baráti beszélgetésekhez, akár egy születésnapi bulihoz is. Akik túrázni szeretnek, azoknak is érdemes ellátogatni Piliscsévre? Mindenféleképpen. Itt a pince sor mögött indul, vagy lehet kapcsolódni a kék túravonalhoz, dobogókőre, el lehet jutni, akkor itt a Piliscsévi barlang az elég közel van, az egy 50 perc járásra meg lehet nézni a fiúlánybarlang, úgynevezett fiúlánybarlang. Nagyon jó turisztikai célpont is lehet, mert az Esperanto forrás, amely kék és piros jelzésű turistaúttal van jelölve a térképen, országos hírű. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy érdemes mindenképpen a kirándulóknak is felkeresni ezt a helyet. Az idősebbek énekelnek, táncolnak, vagy a fiatalabb korosztály is följár a pincékhez? Hát járnak fiatalok is, de azok már nem úgy énekelnek, mint mink valamikor énekeltünk, mert azok már inkább buliznak, mint úgy táncolnak, mint mink, mert az nem tánc, amit azok csinálnak. Hát igen, a mulatozás jellege változik, én inkább úgy mondanám, de a hely szeretete az megmaradt. Én úgy gondolom, hogy minden piliscsévi büszke erre, ami itt fönt van, és nagyon szívesen járnak ide, mind a fiatalok, mind az idősebbek. Mert most már egészen más a hangulat, meg a zene is más, mint akkor volt. Nekem az a zene tetszik, amiben nőttem. Ugye a fiataloknak meg már nem igazán tetszik az a zene. Már örömmel mondhatom azt, hogy igen komoly fiatal csapat is űzi ezt a nagyon nemes szórakozást, sőt elfoglaltságot, amelyik most ugye már aki